A szekszárdi piacon az SS méretű tojás 36 forintba, az MS 38 forintba, az LS méretű tojás 39-40 forintba, az XL-es tojás pedig több helyen 42 forintba kerül jelenleg. A vásárlók azt mondják, már ez sem könnyű kifizetniük, ha pedig még ennél is drágább lesz, akkor még kevesebb tojást vesznek majd, ám lemondani nem tudnak róla. A drágulás az mindig azt hozza elő, hogy annyira keveset vesznek, amennyi éppen szükséges. A tojására azért kúszhat 50-60 forint, vagy egyesek szerint 100 forint fölé, mert 2025-től a multiláncok leállítják a 2000-es tartásból származó tojások felvásárlását. Két hipermarket lánc már be is jelentette hivatalosan is, hogy ezt meg fogják lépni. A szekszárdi piacon több termelővel beszéltünk, akik 2000-es tartásban termelt tojásokat árulnak. Azt mondják, nem hiszik, hogy megmerik lépni ezt a nagyáruházláncok. Nem lesz igaz. Nem? Biztos, hogy nem. Ha nem tudják betartani, hát ha nem 2000-es a tartás, akkor szabad tartású. Na most, hogyha ő, akiktől veszem, van 50 ezer tyúkjuk neki, akkor az 50 ezer tyúkot hol fogják tartani? Azt mondják, hogy szabadtartásban nem lehet tartani ekkora mennyiséget ezt. Ha valóban nem árulnak majd 2000-es tyúktartásból származó tojást a nemzetközi kiskereskedelmi láncok, az veszélybe sodorná a közép-európai, ezen belül is a 90%-ban 2000-es tartást alkalmazó magyar tojás ágazatot, mondta Pákos Gergely, a Magyar Tojó Hibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. Az érdekvédők szeretnének tárgyaló asztalhoz ülni az áruházláncok képviselőivel és meggyőzni őket, hogy gondolják újra a fenntarthatósági szempontokat és ezt a tervüket.